A József Attila Művelődési Ház egyik kiemelt programja minden évben a gyermeknap. Idén már a 10. alkalommal tartották meg a gyermekünnepet, és most szombaton egy merész újítással az Epresbe, a Búcsú színhelyére szervezték az ünnepséget. Vasárnap ugyanezen díszletek között a Petőfi Iskola nemzetiségi csoportjai mutatták be tudásukat a német zene és tánc hagyományainak ápolásából. Az időjárás is kegyes volt, és megállapítható, hogy sikeres rendezvény volt ez a két nap. Az összeállításunk a változatos látnivalókba enged bepillantást. Képzeljétek egy olyan csodálatos hangszer, hogy megfogom a két kezembe, és jó erősen megszorítom akkor magától. A ritmusok potyognak ki belőle, és hogyha ti elől, hátul, persze hátul is, nagyon-nagyon ügyesek vagytok, és meghallgatjátok ezeket a ritmusokat, akkor lehet, hogy vissza tudjátok nekünk tapsolni. Tegyünk egy próbát! Ajjaj, ez egy vihát! Nagyon kíváncsi vagyok. Aztán most kösse föl mindenki a gatyáját meg az oknyáját. Basz, a jövőzőség teljesen hibátlan! Ülej az égre fel! A szofonosunk és a hegedűsünk, Papagáj Palkó, integessetek, szervusz palikák! Ne is nagyon ügyes volt. És végül, a nem utol. Thank you.
kérdőt kívánok, Balázs Pál vagyok, nyugodtan szólítsuk a Szalina, Mario!